Ukrajnából, Lettországból, Oroszországból, Magyarországról és még számos helyről érkeztek résztvevők Moszkvába az évről évre megrendezésre kerülő fúvós zenekari megmérettetésre. A nagymúltra visszatekintő többnapos versenyen egy 4 tagú zsűri dönt a résztvevők tudásáról összetett kritériumrendszer alapján. Az utazás igen hosszadalmas és fárasztó volt, ennek részleteit a zenekar vezetője mesélte el stábunknak. Gyakorlatilag mi Magyarország, Szlovákia, Lengyelország, Belarus és úgy mentünk Oroszországba, Moszkvába. Elég hosszú utazás, 2000 kilométerről van szó, ezért Minszk városába megaludtunk, oda is, visszafele is, és gyakorlatilag így tudtuk teljesíteni ezt a hosszú utazást. Nagyon nagy élményeink voltak Moszkvában. Láttunk a moszkvai, május 9-én van a győzelem napja, a vöröstéri parádé akkor szokott lenni, és mi előtte nap 8-án már az előzetes ceremóniákat láttuk. Putyin koszorú és hát ott azt a ceremóniát, a fölvonulást, a katonazenekart, mivel mi zenekar vagyunk, katonazenekart is láttuk, hallottuk. 2 sofőr, 9 tanár és 51 diák vett részt a nagy utazáson, számos felejthetetlen emlékkel gazdagodva. A résztvevők bejárták a várost, ami, mint elmondták, meglepetésükre nagyon tiszta és rendezett volt. A zenekar egyik tagja, Eszter, fuvalá játszik, a zene mindig is érdekelte, de a közösség is nagyon fontos számára. Nekem a Moszkva folyón történő hajókirándulás tetszett a legjobb, mert érdekes volt, mert esett az eső közben, és nagyon hideg volt, úgyhogy ez is egy kicsit közösségkovácsoló ereje volt, hogy együtt melegedtünk, és ott az orosz professzor úrral nagyon jól összebarátkoztunk. Az utazás és a verseny részleteiről a zenekar tagjaival és a vezetőjével jövő csütörtöki társalgó című műsorunkban beszélgetünk majd.